a csőd közeli BKV helyzetével folytatjuk műsorunkat. Vitézi Dávidot a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatóját köszöntöm stúdiónkban. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! A legutolsó hír szerint támogatás nélkül 30 napon belül leáll a BKV. Oly régóta halljuk már a csőd közeli helyzetről szóló híreket, hogy bizony meglehetősen magas e tekintetben az ember inger küszöbe immáron, vagy valóban most már tényleg 30 napon belül bekövetkezhet a csőd? Valóban bekövetkezhet, és érdemes azért ennek a hátterét megvilágítanunk. A budapesti városvezetés és a BKV most egy olyan helyzettel szembesül, amilyen helyzet 20 éve még nem volt. Egyszerre kell megoldani a múlt összes adósságát. Mindegyiket. Uh, egyszerre kell a jelen finanszírozási problémáját egy igen nehéz költségvetési helyzetben megoldani, és egy stabil jövőképet adni, hogy melyiket mér egy-egy mondatban. A 2004-től kezdve az akkori városvezetés és az akkori kormány nem finanszírozta megrendelt szolgáltatásokat a BKV-nál, hogy járnak a buszok, villamosok. Nem néhány száz millió forinttal, hanem volt olyan év, hogy 20 milliárd forint hiányzott. És akkor ezt úgy oldották meg, ugye még a válság előtt voltunk, mindenki mindenre adott hitelt, hogy felvettek bankhiteleket, amikor tudták, hogy nem fogja tudni a cég soha magától ma, saját erejéből visszafizetni. És ezeket addig vették fel, amíg a BKV-nak volt közszolgáltatási szerződés, ez 2012. áprilisra. És ezért az Ezek... Gábor is mindig a kormány. Fordul, de nagy rész nem kapott pénzt végül, és aztán nem hitelekből finanszírozták a BKV-t. Ezek a hitelek most lejárnak, és kinek másnak kell megszafizetni, mint nekünk most. Ugye mit jelent ez azért, hogy ezt értsük? Amikor Demszky Gábor 2004-ben nem kapott pénzt, és végül kereskedemi bankoktól jó drágán fölvett hitelt, és most nekünk ezt vissza kell fizetni, és a mai költségvetésből, a mai adóbefizetésekből kell ezt valahogy megoldani, akkor azt mondjuk, hogy mi most a, a BKV 2004-es problémáit oldjuk meg, mert amikor a döntéseket akkor meghozták, akkor nem oldották meg, csak besökörték a problémákat a szőnyeg alá. Most erre rárakódik erre a pénzügyi adósságra egy műszaki adósság, hiszen, nem, hiszen azt a pénzt elköltötték, de ennek ellenére a buszpark, a metró a járműállománya olyan állapotban van, hogy ez azonnal hozzá kell nyúlni. Tepaszt. Tehát egy olyan adósságot örököltünk mind műszaki, mind pénzügyi szempontból, amelynél már tényleg ott tartunk, hogy a kupasz nagyobb, mint a szőnyeg, ami eltakarja, és ezek, ezt a problémát meg kell oldani, és emellett itt van az adott évfinanszírozása, 2012-es, ami erre rárakódik és megoldandó, Egyetlen példásban mindenki megérti, az az 5 milliárd forint, amit az Orbán kormány 2011 őszén a BKV-nak odaítélt. És mindenki azt mondta, hogy kapott megint pénzt a BKV, és ez volt a sajtóhír. Azt mi nem arra költöttük, hogy béreket fizessünk, vagy alkatrészeket vegyünk, hanem megoldottuk azt a 2004-es finanszírozási gondot, amit 8 évvel ezelőtt nem oldottak meg, és visszafizettünk egy bankhitelt. De éppen ezért, mivel a pénzeket kénytelenek vagyunk erre használni, különben csődbe ment volna már ősszel a BKV, ezért viszont most nincs pénz a működésre sem. Tarros István hívott össze tegnapra, aztán végül is elhalasztott a kormány, illetőleg a Fidesz ígéretében, segítségében bízva. Mire lehet számítani? Nézd, minden racionális megközelítés szint lehetetlen helyzet az, ami előállt, és az állami költségvetés és a fővárosi költségvetés is olyan helyzetben van, hogy ezt szinte lehetetlen megoldani. Én azt gondolom, hogy... Mivel, sen, mivel, minden politikai szereplő érti, hogy ezt meg kell oldani, hiszen a budapesti tömegközlekedés nélkül nem működik a budapesti gazdaság és az ország gazdasága sem. Én biztos vagyok abban, hogy erre lesz megoldás. Azért maradt el a rendkívüli közgyűlés, mert még két hetet adott magának a főváros, hogy a kormányjal megkíséreljen ebben megállapodni. Itt nem arról van szó, hogy a felek, hogy mondjam, valamiféle politikai pár vagy, vagy harcban lennének, ezt szereti a sajtó így értelmezni. De ez hát a fölszabadítható pénzekről folyik a polémia? Hát ez természetes. Hát az ország mai költségvetési helyzetében itt arról beszélünk, ezt érdemes ezt a számot azért megjegyezni, hogy 58 milliárd forint az az adósság, ami még nem járt le. Az előbb mondtam, hogy már van, amit visszafizettünk. 58 milliárd forint az elmúlt 7 év adósság, 7 8 év adósságából az, ami idén lejár, és vissza kell fizetni, és ma már a bankok arra nem adnak pénzt, mert gazdasági válság után vagyunk, hogy működtessük a BKV-t. Tehát ilyen működési hitelek, amikből mint egy drogból éltek BKV évekig, és, a, és, és mindig a alá problémát problémát, ilyen már nekünk nem áll rendelkezésre, tehát ezt a problémát nekünk most kell megoldani, meg mellette működtetni idén is a BKV-t, amire szintén hiányzik a pénz. Sőt, mi több új buszokat is venni, hiszen írtak ilyen tendereket használt buszok megvásárlására. Jól lehet, a magyar autóbuszgyártók inkább azt szorgalmaznák, ami a magyar gazdaságot és ipart is fellendíteni, hogy magyar gyártású autóbuszokat vegyenek. A magyar autóbuszgyártóknak ott a lehetőség, nyitva áll a tenderünk, és új autóbuszokat is az új buszüzemeltetési modellben, tehát hogy a BKV-n kívül más szolgáltatókat is a budapesti közlekedés Bekíván engedni a budapesti buszpiacra, tehát új buszokat is forgalomba állítunk, ez a tender folyamatban van. Nekem most nem amiatt fáj a fejem, más esetlegesen, hogy, 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 hogy milyen típusú busz lesz, hanem amiatt, hogy márciusban, amikor ennek a tendernek vége lesz, hogy fogunk el, aláírni egy olyan szerződést, amiben egy külső szolgáltató, ugye helyettünk, mert nincs pénz a városnak, megveszi a buszt, és 8 évig üzemelteti, hogy ez megtérüljön neki. Tehát alá kell írnunk vele egy 7-8 éves szerződést, ami természetes, mindenhol a világon ezt így, így csinálják, de ma nekünk mi alapján tudunk egy ilyen pénzügyi helyzetben hosszú távú kötelezettséget vállalni. De ezt a problémát kell elsődlegesen megoldanunk. A használt buszokról pedig egy mondat. Mi a használt buszokat nem azért veszük, mert azt gondoljuk, hogy ez az örökös jó megoldás, és nem azért veszük, mert ezzel az új buszok vásárlását szeretnénk kiváltani. Nem. 23 éves ikaruszok jutnak vizsgál, vizsgaponthoz minden nap. Ha egy 23 éves ikarusz helyett tudunk egy 8 éves használt német buszt beállítani, ami alacsony padlós, az embereknek nem kell lépcsőzni, légkondicionált, és ugyanannyiba kerül, mint az ikaruszt levizsgáztatni és felújítani, akkor az egy jó döntés, és ez nem az új buszt helyettesíti, hanem a vén csatrogány autóbuszoknak a felújítását. Lesz csőd, leáll a BKV, két hét múlva miért találkozunk itt, igen vagy nem? Én abban bízom, hogy nem sem Politikailag, sem gazdaságilag, sem műszakilag nem lehet racionális a BKV e, csődje. Tehát én azt gondolom, hogy mindenkinek az az érdeke, hogy ezt elkerüljük, e, és ne veszünk sem uniós támogatásokat, sem költségvetési forrásokat. Mondta Vitézi Dávid, a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatója, aki szerint húsz év öröksége és hitelei juttatták oda a BKV-t, hogy gyakorlatilag a fizetésképtelenség határán tart a fővárosi vállalat. Vitézi Dávid szerint a magyar autóbuszgyártók előtt is ott a lehetőség, hogy belépjenek a budapesti piacra. Márciusban egy külső szolgáltató tud majd reményei szerint szerződést kötni az újonnan vásárolt alkalmasint használt járművekre.